Burin tanárút mutatnám először be. Valószínűleg mindenki ismeri, hiszen Széchenyi Díjas és József Attila Díjas tudósról van szó, és Kölcseiről írt drámát, azt hiszem Kölcsei is. Jó, Eötvös Józseffel is foglalkozik, és azt hiszem a politikai tevékenységében most így nem mennénk bele, de valószínűleg azért azt is mindenki ismeri, hogy a rendszerváltás idején milyen pozíciókban volt, illetőleg azt is elmondanám, hogy a meghívását mivel indokolnám, mondhatom így. Tehát ő egyrészt kollégája is volt Szerdahai Istvánnak, akinek a életút interjújával most valamilyen szinten foglalkozunk, másrészt pedig a korszakban a Mozgó Világ című méltán neves folyóiratnak volt, ami ugye új szereket hozott a honi irodalmi életbe, a főszerkesztője, tehát itt most elsősorban nem a 19. századdal foglalkozó tudósnak a tudását vennénk igénybe, hanem inkább ugye ezt a személyes tapasztalatokat. Balomon szintén Moróc Gábor, szintén irodalomtörténész, Király István díjas tudósról beszélünk, ő is elsősorban a 19. századdal foglalkozik, Péter Fienő, Gózsduelek, a viszonylag újonnan felfedezett, legalábbis a közvélemény számára újonnan felfedezett Asbóth János, ugye az Álmok Álmodóinak az írójának a tevékenységével is foglalkozik. Amiért úgy gondoltam, hogy Moróc Gábor rendkívül értékes tagja lenne itt a beszélgetésnek, az az, hogy mindezek mellett Király István úgymond ideológikus irodalom szemléletével is foglalkozik. Király István konferencián is részt vett, és a korszakban olyan nagy nevű alkotó művészek, mint Pilinszky János és Nagy Lászlónak a mai értékeléséről szerepelt különböző konferenciákon, és tartott rendkívül nagy szakmai visszhangot kiváltó, kiváló előadásokat. Tehát ő is 19. százados, azt hiszem, de most ide egy kicsit a 20. századba kalauzoltuk el. Itt, ezen az oldalon pedig Alexa Károly ülne, vagyis ül is, aki szintén egy közismert irodalomtörténész, ő is a 19. század kutatásában ért el rendkívül komoly eredményeket. Mondjuk én elsősorban, mint Mikszáth kutatót ismerem, de lehet, hogy sok mindent nem tudok, amit még tudnom kellene. Minden esetre ő is komoly megbecsülésnek örvendő, József Attila Táncsics Mihály díjas irodalomtörténész, és népszerűség tekintetében ezt a mondatot be kéne fejezni, szóval a Prima díjára akartam utalni, hogy ő Prima díjas is. Na most ne tessék ezt lebecsülni, hogy valaki Prima díjas, mert az a közönség szeretetét fejezi ki. Jó, azt hiszem most valahogy így valamilyen kurtán furcsán mindenkit bemutattam, itt magamról annyit mondanék ki itt a könyv kapcsán, hogy én írtam ezt a igencsak bizonytagságos sorsú és hát nagyon-nagyon zűrös kötetet, ami a Szerdahelyi István irodalomtörténésznek az életével foglalkozik. Annyit mindjárt elmondanék, hogy ez nem egy irodalomtudományi munka, hanem először életút interjúként futott, utána a riportregénynek minősítették. Ebben vannak bulvárelemek, akár szerelmi dolgok is az ő életéből, meg... Hát ez szóval egy ilyen regényesebb dologra van szó, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy alapját tudja képezni egy az acélkorszak kultúrpolitikáiról szóló beszélgetésnek, hiszen ő az acélkorszakban egy olyan szürke eminenciási szerepet töltött be az irodalompolitika területén. A Világirodalmi Lexikonnak a főszerkesztője volt, a Kritika című lapnak szintén a főszerkesztője volt, tanár is volt a bölcsészkaron, nemzedékeket tanított, tehát tulajdonképpen a korszakban, ahogy ugye a Wikipédia is írja róla, a korszak szellemi életének egyik irányítója volt. Hát így első körbe talán ennyit.
És talán fel kellene tenni egy kérdést, de én azt hiszem, itt a Alexa Károlyra bíznám a talán egy ilyen további gondolatok megfogalmazását. Köszönöm szépen, meglepő fejlemény, de milyen gondolatokról? Például olyan gondolatokról, hogy ugye egy kicsit ambiciózus címet adtunk ennek a rendezvénynek, hiszen nem az a cím, hogy az acéli kultúrpolitika, hanem az, hogy az acéli kultúrpolitika mai szemmel. Tehát valójában én arra gondoltam, hogy itt tulajdonképpen Kulin tanár úr és Alexa tanár úr személyében olyan emberek is ülnek közöttünk, akik nyilván az acéli kultúrpolitikát személyesen megélték, megszenvedték, akkor nyilván kialakult róla egy véleményük, és most így úgymond 30 év elmúltán, vagy sőt, mit tudom én, nem is 30, hanem akárhány év elmúltán, esetleg ők maguk is egy kicsit másként tekintenek ugyanerre a korszakra, más súlypontok rajzolódnak ki. Igen, ez egy jó kiinduló pont valószínűleg, és azért megrőjáróban becsüljük meg annyiban a szerzőt, hogy azért értsünk egy-két szót erről a szerdahelyi monográfiáról. Valóban sajátos műfaj, műfajtalan műfaj dolog, tehát a személyességgel, irodalmi elemekkel, valóban bulvár elemek is szép számban vannak rajta, amik csak a javára várnak a könyvnek. Azt hiszem az alanytól, tehát a főhőstől sem volt idegen a bulváros megnyilvánulás. Én megértem, személyesen életemben egy szót nem beszéltem vele. Messziről talán oda biccentettük egymásnak, de igazából nem hiszem, hogy bírtuk volna egymás rokon szemvét, kölcsönösen, vice versa. De ez csak az árulás megjegyzés volt. Ettől még egy érdekes figura. Itt valóban egy kornak a pillanatban beszélgettünk erről az ügyről, amikor egy korszak, amit tényleg mi ilyen vén emberek személyes ifjúsági elemként értünk meg, ez most történelemmé vált. Történelemmé vált, amit az is bizonyít, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban, egy-két évben sorra jönnek elő olyan könyvek a kornak a legfontosabb kulturális közszereplőiről, amik valóban megmozgatják a nem tudom mekkora, de azért még eléggé élénknek mondható közvélemény. Tehát gondolok Király Istvánnak az apoteózusba hajló megemlegetéséről, most legutóbb Pándi Pálról jelent meg egy nagy-nagy összegyűjtött kötet, amiben csomó újdonság van a korábbiak mellett. Királyról kettő is volt, konferencia volt róla, és aztán a szerdahelyi, aki tudom, 84-től volt igazából státusát is nézve is főszereplő, indokolt, hogy nyilván második vonal volt, de a második vonal néha ideges, érdekesebb, mint ugye, mint a legfőső, mert több a kapcsolódása az élethez, a dolgokhoz. Hát ugye a szörtelen regénynek a főhősei soha nem a cárok, hanem a Pierre Bezuhovok, ugye, akik ugye ott a második vonalban mindenkivel kapcsolatban vannak. No, csak zárójel volt. Tehát a könyvről még egyszer annyit mondanék, ez a könyv nem vállalta azt magára, hogy irodalom történészként a szerdahelyének a tudományos életművét föltárja. Noha, én úgy gondolom, hogy halvány emlékeim alapján is mondanám, hogy ez egy csöppet nem volt jelentéktelen tudományos életmű. Szóval, ami ebből beszüremkedett én hozzám, akit nem szeretem a teoretikus dolgokat, azok nagyon komoly dolgok, komoly ügyek volt. A Verestantól kezdve a esztétika történetéig, ez egy nagyon fölkészült ember volt, viszont olyan elképesztő gyűlölet fogadta őt, vagy a gyűlöletben élt, hogy senki nem vette a fáradtságot, hogy egyetlen szót se. Ő elmondja a könyvben, hogy megjelenik a könyve és sorra, ugye rendszerváltozás után is, egy vak hang nem hangzik el a kritikaként róluk, senki nem olvasta ezeket, nem beszélt róla. Tehát érdemes lenne, nem a programként mondom, pláne nem magamnak, hogy ezeket a könyveket előszedni és ezekről is írni valamit. Mert ez valóban nagyon jó kortörténet, nagyon jó tényleg a háború utáni időktől kezdődőleg egy fiatalember, egy furcsa módon több irányból be volt a fiatalembernek a sorstörténete, és a kalandozása a változó politikai viszonyok között. Egy nagyon karakteres figura volt, csöpet nem mutat rokonszenvesnek, de jelentéktelen embernek se, és azt hiszem, hogy a Erikának ez a könyve, ezt lehet, hogy érdemein fölül is méltatja őt. Zárója bezárva.
Tehát poszthumusz, ez nagyon fontos dolog. Ami visszatérve a kezdő kérdésre, valóban történelmi válnak a dolgok. Én ezt arra mondanám, és hadd befejezném egy ostoba kis képpel. Én a minap arra kényszerültem, hogy a mai időknek a kultúrás politikájáról írjak egy fogalmazványt. Ez a Fidesznek a kultúrpolitikája, mi nem kell mondanom, előzményeket most nem is beszélve, és azt a hülye képet találtam ki, hogy a mai Fidesz kultúrpolitikája följött két szellemalak lebeg, Klebersberg Kuno szellemarca és Acél Györgyé. Ami önmagában elég ostoba kép, és elég képzavaros dolog, de azt jelzi, hogy ez egy olyan kulturális űrben képződik meg ez a két figura, jelenléte legalábbis, ami mindenképpen érdemes a elgondolásra, hogy miért éppen ez a két ember az, akire hivatkozni lehet, akit nyilvánosan vagy csak zárt körökben, kisebb körökben, de emlegetni szoktunk. És Acél ebben valóban egy nagyon fontos ember, és messze érdekesebb ő is, a tevékenység, és most már történelmi médiumként, vagy fenoménként, ha lehet így mondani, mint volt, amikor hát nekünk személyesen is, aztán Kulin tanárról sok többet meséltem, mint én, benfentesebb volt a pártkörökben, mint én annak idején, szegény kényszerűségéből, de többet kapott személyesen Acéltól, mint én. Tehát érdekesebb, most már ő, amikor eltűntek ezek a személyes és elég kellemetlen emlékek róla, fontosabb ügy, mint akár azt mondjuk mondanám, hogy a mai idők számára is megtanulandó dolgokat produkáltak Acélék is, amit azért nem lenne hibás újra fölidézgetni. Én most Kulin tanár úrhoz fordulnék, méghozzá azzal a kérdéssel, hogy tulajdonképpen, mint tudjuk, Szerdahelyi István is kezében tartott, úgymond, vagy vezetett egy folyóiratot, ezt a Kritika című folyóiratot, és önök is ugye a Mozgóvilágnál egy folyóiratot szerkesztettek. A kérdésem az lenne, hogy önök, akik ugye kortársként olvasták a Kritikát, milyen véleménnyel voltak a Kritikáról, a folyóiratról, illetőleg Szerdahelyinek az ízléséről? Tulajdonképpen én az Eszmélet című folyóiratban az Agárdi Péternek a tollából olvastam egy olyan elemzést, ami a Kritikának azt a korszakát tette mérlegre, amikor még nem a Szerdahelyi volt a főszerkesztő, hanem a Pándi Pál. Viszont olyat nem találtam, pedig azért úgy próbáltam felkészülni nyilván a könyv megírására is, meg a rendezvényre is, ami a Szerdahelyi korszaknak a mérlegét húzta volna meg. Tehát arra kérdeznék rá, hogy ez a Kritika folyóirat, ez egy releváns folyóirat volt, vagy egy vonalas folyóirat volt, amit tulajdonképpen az akkori fiatalok már szinte lenéztek, vagy olyannak tekintettek, mint ami számukra érdektelen, és tehát úgy határozták önmagukat meg, mint attól eltérő ízlésirányhoz tartozott. Tehát mi volt a Kritikának a rangja egyáltalán a korszakban, ezt kérdezném meg. Hadd kezdjem azzal, hogy... Szól ez? Lehet hallani, amit mondok? Igen. Hogy ha Alexa Károly nem azzal kezdte volna, hogy egy szót nem beszélt Szerdahelyi Istvánnal, akkor eszembe nem jutott volna, hogy ezt is az acéli kultúrpolitika egyik jellemző következményének tekintjük. Tűnik, én sem beszéltem soha, egy szót sem. Egy folyosón is dolgoztunk pedig, és nagyon bevallom, Alexánám talán azért, mert egy kicsikét erősebb az elméleti érdeklődésem, hogy én nagyon nagyra becsültem az ő elméleti munkásságát, valóban az esztétikai tanulmány, esztétika történetét, stb. De tekintettel arra, hogy hát elfoglalt emberek voltunk mindig, mindahányan, és azokat az alkalmakat, amelyeket Acélék, Pándiék, Királyék szerveztek arra, hogy a fiatalabb generáció együtt legyen, mindig úgy szervezték, hogy ott véletlenül se legyünk együtt. A Pándi annak idején a Kritikába is összehívott bennünket, szerzőket, mert írtunk a Kritikába természetesen, és a tanszéken is összehívott, és voltak ilyen, hogy mondjam, bulik, ösztanszéki bulik, tehát ahol Nagy Pétertől Király Istvánon keresztül Pándi,
Vagy minket nem hívtak, amikor ott volt a szerdahely, vagy őt nem hívták, amikor mi ott voltunk. Bevallom őszintén, soha nem gondoltam arra, hogy emögött politika van. De igen, emögött politika volt. Tudik, most utólag belegondolok a szerdahelyi életművébe, neki egészen más volt a funkciója az acéli kultúrpolitikában, mint nekünk. Ez nyilván összefügg az időbeli tagolódással is. Tehát az, hogy Pándi után veszi át a kritikát, hogy én még valamilyen értelemben a Pándi, hogy úgy mondjam, kreatúrája voltam, vagy annak számítottam, tehát az ő tanszékén dolgoztam, ő ajánlott be acéléknál, hogy a mozgóvilágban én megbízható ember leszek, stb. Tehát volt az acéli kultúrpolitikának egy ilyen funkciója, amelyik azt szerette volna, nem csak szerette volna, fel is mutatta a világ felé, különösen a nyugati világ felé, hogy itt van egyfajta szellemi szabadság, van egyfajta liberalizálódás, amit akkor még nem tudtam pontosan, hogy hogy van, miért van, utólag megtudtam a történészektől, meg gazdaságtörténészektől, hogy ugye mi 74-től kezdve vesszük fel a nagy kölcsönöket nyugatról, a hiteleket. Már 68 is egy dörgölőzés a nyugat felé, meg a nyugatnak a dörgölőzése felénk, tehát a nyersféle fordulat, és aztán az igazi majd 82 lesz, amikor a valuta alapba belépünk. Tehát volt az acéli kultúrpolitikának egy olyan funkciója, fel kellett, hogy mutassa, hogy a magyar kultúrpolitikában figyelembe veszik sajtószabadságot, az alkotmányt, tehát nincs cenzúra, stb. Tehát, hogy van egyfajta szabadság. Minden hónapban legalább egyszer volt a Szabad Európában részletes elemzés a mozgóvilágról, és nem lett volna, hogyha ez nem lett volna egyeztetve valahogy az acéli kultúrpolitikával. Ezeket én akkor pontosan nem értettem. Azt értettem, hogy valamiért mi többet csinálhatunk, mint amit más lapoknál csinálhattak. Az már más kérdés, hogy mi annál is többet szerettünk volna, amit ők megengedtek, és emiatt állandó konfliktusok voltak, amelyek végül is oda vezettek, hogy kirúgtak. Szóval megtörtént ez. Nem véletlenül 83-ban történik meg a kirúgás, tehát a valuta alapba való belépésünk után történik meg a kirúgás. Na, summa summarum, elnézést kérek, hogy nem érdemben szerdahelyi munkásságának, elméleti teljesítménynek a méltatására vállalkoztam, hanem a jelenségre. Tehát arra, hogy van egy a politikában általuk felmutatható, reklámozható ellen, tehát legális ellenzékiség az acéli kultúrpolitikában, és emellett pedig van egy nagyon alapos, tudományos, azért hadd tegyük hozzá a marxizmus téziseit, elveit követő kritikai irodalom és irodalomtörténeti irodalom is. És még egyszer mondom, hogy ha Erika nem hoz össze ezzel a ténnyel, hogy itt most ilyen. Én erre soha nem gondoltam volna, hogy emögött is volt politika, de most már azt merem mondani, hogy volt. Most itt a Benjaminunkhoz, a Móroz Gáborhoz fordulnék, mint az utókor képviselőjéhez, és talán a legnehezebb kérdés, talán nem is ezen a ponton kéne fenteni, de mégis most kérdezem meg, hogy végül is, ha én arra gondolok, hogy egy kultúrpolitikát, mondjuk az acéli kultúrpolitikát értékelni kell, akkor nyilván összehasonlíthatom a korábbi révai féle időkkel, nyilván megtehetem azt, hogy összehasonlítom a többi szocialista országban lévő kultúrpolitikai mozgásokkal, lehetőségekkel, de voltak éppen mennyire volt sikeres ez a kultúrpolitika így az utókor nézőszögéből, és most itt ezt a kultúrpolitika vonatkozásában két részre bontanám. Én ugye nem vagyok tudós, de ha arra gondolok, hogy mi a kultúrpolitika, ilyenek jutnak eszembe, hogy mennyire tudta az adott kulturális kormányzat eljuttatni a kulturális javakat a néphez, társadalomhoz, dolgozó néphez, vagy akármihez,
ugye ez szokott lenni, hogy kultúrpolitikánk fő célja a népműveltségi szintjének az emelése. Tehát az emberek felé mennyire tudta a produktumokat eljuttatni. A másik pedig az, amit általában kicsit jobban középpontban szoktak helyezni, hogy a művészek, az értelmiség, az alkotó művészeknek mennyire tudott olyan terepet biztosítani, hogy egyáltalán létrejöhettek művek. Tehát az egyik ugye a társadalom felé mennyire volt sikeres ez a politika, mert ezek a közhelyek, de amelyek azért persze igazak, hogy mennyi könyvet adtak ki, micsoda példányszában, mennyi tévéjáték készült, mennyi rádiójáték készült, a művelődési házakban hányan jártak el, mennyi szocialista brigád ment el operába, nem mondom tovább. Tehát, hogy mennyire volt ez a, úgymond a népkulturális szintjének felemelésébe eredményes, és az alkotó művészek szemszögéből nézve, mennyire volt egy olyan klíma, amiben tényleg lehetett valami produktumokat, valami nívós dolgokat létrehozni. Akkor inkább a kérdésnek a másik felére válaszolni. Tehát, hogy kezdtük mondjuk Révaival, és nyilván itt akkor a Révai acélösszehasonlítás nagyon fontos. Nyilván Révai József sokkal műveltebb ember volt, mint Acél György, ez nem kérdés. És mondjuk azért a 30-as években még írt Kölcseiről tanulmányt, Révai írt Petőfiről, Adiról egészen kiváló tanulmányt írt egyébként abban a korszakában. És aztán nyilván miniszterként, kultúrpolitikusként egyszerűen katasztrofális volt a teljesítménye 42-53-ig. Tehát egyfajta öncsonkítást hajtott végre Révai a irodalomban. A minőségi irodalomnak jelentős része elhallgatott gyakorlatilag abban a korszakban. És ehhez képest aztán Acél György valami teljesen más képviselt. Tehát ő sokkal jobban tudta kezelni az írókat, költőket, és különösen mondjuk úgy, az idősebb korosztályt is, tehát Németh Lászlóék, a Déri Tibort és így tovább, és a saját korosztályát is. Akikkel Acél kevésbé tudott mondjuk boldogulni, azok a fiatalabbak voltak. Tehát azt lehet mondani, hogy teoretikusként, tanulmányíróként Révai sokkal kiemelkedőbb volt mindenfajta doktrinér nézete jelenére is, viszont politikusként egyszerűen rettenetes, amit művelt 42-53-ig, miközben Acél György pedig sokkal rugalmasabb politikus volt, akinek nyilvánvalóan a korszakában, ami azért hát kb. 30 év volt egyik hozzá összesen, tehát azért egy jó hosszabb korszak is, mint a Révaié, ami igazából csak 4 év volt. Hát azért nyilvánvalóan a kultúra szempontjából ért eredményeket is, miközben nyilván azért az ő időszakában is számos írót elhallgatottak, vagy tönkretettek, tegyük hozzá. De akkor is azért el lehet mondani, hogy mégis volt egyfajta virágkor a kultúra szempontjából, ami persze nem csak Acélnak köszönhető, de Acél, mint teoretikus, mint ideológus azért sokkal gyengébb képességű volt, mint Révai. Bármilyen furcsa is ez az állítás. Ja, köszönöm. Hallottuk, hogy elvileg egy intézményben, tehát a bölcsészkaron dolgozó két kollégával túlzottan szoros kapcsolata Szerdahelyi Istvánnak nem volt. Őszintén szóval én is egy teljesen kívülálló pozíciójából egyszerű interjúíróként vettem fele a kapcsolatot, és én sem ismertem olyan hajde nagyon, de ugye 5-ször találkoztunk körülbelül, viszont most az utóbbi időben így elkezdtem gondolkodni az ő személyén. Hát rengeteg információt kaptam másoktól, és pont ezek a most zajlódó események, mármint hogy a most ugye kormány átalakítás van, és ugye felmerül, gondolom, ahogy így hallja az ember, vagy itt ott hallja, hogy esetleg kulturális területen is változások következnek be. Éppen azon gondolkodtam el, hogy azért ez a Szerdahelyi, akit azért így módon volt némileg megismerni, meg a munkásságát, talán tényleg egy valaki volt. Tehát már úgy értem, hogy a kultúra iránt egy ilyen elkötelezett személy, hogy a ilyen kis momentumokat kiemeljek a könyvből. Nagyon kis apró momentumok. Például beszél arról, volt egy ilyen nagyon vastag szemüvege, úgynevezett szódásüveg szemüveg, és ezt úgy interpretálta, mint egy olyan hadirokkant, aki önkéntesként megy a háborúba.
Tehát ő azt mondta, hogy ő tulajdonképpen az egész életét végigolvasta, és a betűszomja miatt lett ilyen félvak. Tehát annyira elkötelezett volt ugye a kultúrának, vagy ilyen másik kis momentum, hogy az e-mail címe az volt, hogy szerdalit@tonline.hu. Tehát a litet, a literatúrát bevette az e-mail címébe. Ennyire szerelmese volt ugye az irodalomnak. Vagy egy harmadik momentum, egy ilyen nagyon szókimondó ember volt, laza figura, nagyon humor, jó humora is volt neki, meg nagyon sztorizgatós volt, ez egyébként ugye a könyvben is látszik. És például, amikor a szerelmi élete is úgy valamilyen szinten bekerült ugye a beszélgetések tárgykörébe, akkor ő egy ilyen érdekes kijelentést tett, hogy ő tulajdonképpen a nőket két csoportra osztotta. És nem úgy, mint mondjuk egy átlag férfi, hogy az egyiknek, hogy is mondják, 90 perc szélmelbősége, vagy tud főzni, vagy ilyesmik, nem ezek voltak nála a szempontok, hanem azt mondta, hogy ő úgy szelektált a nők között, hogy azok a nők, akik segítették az ő azon törekvését, hogy az írásnak és az olvasásnak szentelje az életét, azok bemaradtak, azok a nők, akik viszont akadályozták az ő tudományos kibontakozását, az irodalomhoz való, tehát az, hogy olvasni, írni tudjon állandóan, azokat azonnal kukázta. Tehát ő így osztotta fel a nőket. Ezt itt férfiak hozzászólhatnának. Egyébként ugye Havasdi Józsefnek van egy írása, nem tudom, hogy azt tetszik ismerni. Igen. 22 januárban jelent meg a Korunkban, és ott éppen, hogy ezt a jelzőt használja vele kapcsolatban, hogy szexista volt Szerdahelyi. Tehát, hogy ezt emeli ki. És éppen egyébként a könyv alapján is ismerte a kéziratot már. Igen, tehát az kétségtelen, hogy ugye egy olyan korszakban érünk, amit én is döbbenettel nézem, hogy mit tudom én, olvasok ismertetéseket egész régi regényekről, ahol mondjuk szerepel egy néger, és úgy azt érek, hogy afroamerika. Egy olyan korszakban, amikor ez a fogalom nem létezett. Ez a szexizmushoz annyit tennék hozzá, hogy igen, ő ugye a Heller Ágnessel is szoros kapcsolatban volt, egy ilyen úgynevezett barátság extra című kapcsolat, hogy nagyon hosszú ideig barátok voltak, de azért más dolgok is belefértek ebbe a kapcsolatba. De őróla is azért tesz olyan megjegyzéseket, mint ahogy maga Heller Ágnes is tett a Szerdahelyről, vagy ami valójában a ma egy ilyen nőkkel való bánásmód szemszögéből valószínűleg nem állná meg a helyét, mert ilyen tényleg a Gábor által alkalmazott kifejezés, a szexizmus jutna az ember eszébe, vagy például Ancsel Évát nagyon nem kedvelte, mert ő úgy értékelte, nem tudom, hogy ez helytálló volt-e, hogy az Ancsel Éva volt az, aki az Acél Györgyöt egy rossz irányba vitte el. És ő róla is, hát a szexuális életéről, hát ilyen rosszalló kifejezéseket ejt meg. Tehát ő egy szókimondó volt. Na hát, csak hogy mással ne kezdjem, rögtön a nyitó fejezet az, amikor a Szerdahelyi István ugye egy ilyen száműzött királyként az Írószövetségnek az éttermében költőknek a verseit értékeli, és az értékelései körülbelül így hangzanak, hogy kurva szar, szar, cseresznye magos kurva szar. Szóval körülbelül, tehát ő egy ilyen laza figura volt, de állítólag nagyon jól fel tudta azt mérni, a Kántás Balázs a könyv utószavát ő írta, hogy egy irodalmi műnek, főleg versnek, mi az értéke. Ezért még abban az időszakban is, amikor már abszolút nem volt pozícióban, akkor is több fiatal költő ott elzarándokolt hozzá, és én vagyok a szemtanú, aki ezt meg tudja erősíteni, hogy igen, odaadták a verseket, és értékelte őket valahogy. És ő... Jaj. Erre akaszkodjuk bele ebbe a képbe, hogy oda jártak az Írószövetségbe, akkor volt Írószövetségbe éttermi rész, az önmagában még egy boldogabb idő volt, mint a mai, természetesen. Most tudom, ami épület van egyáltalán, vagy az is már a PIM-nek a portfólióját képezi, és majd más történik benne. De zárja bezárva. Na mindegy, csak mondom, mennyire változtak az idők. A minap a környékünk megkeresett engem egy férfiú, meg egy hölgy, mind a kettő fontos beosztályban dolgozó emberek, azzal, hogy ők írnak novellácskákat, hogy nézném meg őket meg. Meg is néztem, meg is olvastam, el is mentem hozzá, ittünk egy üveg pálinkát, elbeszélgettünk. Olyan kizék, ilyen kis három néprekes írások voltak, bármikor megjelenhetnek. Na de hát ezek mind 40-50 éves emberek, most hát az életmű, hova lesz ebből regény, meg nyavaja. És beszélgettünk, és kiderült, hogy
Az országban, Szerdahelyi Nagyvilágszövetség, Írószövetség, van egy hálózat, amit írók tartanak fönn, nevesebb írók, noha nem azt mondom jó írók, de ismert nevű emberek, akik abból élnek, hogy a fiatal, gyanútlan pályakezdőkből kiszedjék a dohányt, a pénzt, de egészen pofátlan, arcátlan módon. Olyanok, most tudom a nevét, nem mondjam, mert közös ismerősünk, ő is, hogy elvesz egy verset, egy pillanat, le kell tenni 5 darab ezrest az asztalra, 5 darab ezrest, és azt mondja, elolvassa, azt mondja, hát ez nagy szar, ha idézem, Szerdahelyi idézet vége. Tehát így működik ez. Vannak egészen klubszerűségek, be lehet jelentkezni, be kell lépni. Van, aki most már, ugye Péter Figerge, ugye most Olaszországban csinálja ezt az akciót. Tehát valami elképesztő módon élnek vissza azzal, amit uram, bocsán, mi vén emberek, ugye hát mi 1000 éve szerkesztők voltunk, hát máig is sorra kapjuk regényeket kézzel a barátoktól, és hát pénz kérni érte, hát az idő romlására mondom én mindezt. Egy más dolog, hadd térek azért vissza a beszélgetésnek, vagy hát amit eddig előbb hömpölyögve előadott. Én a Szerdahelyi és az irodalomnak a viszonyára gondolkodom, én pontosabban a acél és akkori kulturapolitikát csináló embereknek az irodalomhoz való viszonyáról. Itt két fontos ember van, valamennyiük számára, ugye van Király István és Pándi Pál, tanáraink voltak, tanítványaik voltunk, hol közelebb, hol távolabb, szerkesztőnk volt, utána nagyon komoly vita, sőt, veszekedő partnereink voltak, de én azt hiszem, hogy utólag is úgy beszélünk róluk, ahogy az érdemes, ahogy az illik férfi emberek és felnőtt emberek között. Tehát normális módon. De olvastam műveiket, én máig nem tudom megmondani azt, hogy Pándi Pál szerette-e a verseket. Hogy Király István élvezettel, kiélegve, cuppogva olvasták Rudi Gyulának vagy Kosztálynak a műveit. El nem tudom róla gondolni. Szerdahelytől benézem azt, hogy ő azt a kurva. Van benne egy ilyen literatúrai szexizmus, ha már ezzel a szóval éljünk itt, hogy az irodalom is tud valami hát erotizmust egyrészt tartalmilag, tárgyilag, másrészt, ha olyan a szerző, akkor a szerzőn keresztül. De ezt most nem mégképp ebbe a számom, mert ez elég erős a Szerdahelynél valóban. Tehát ez azért fontos dolog, mert a acélnál is el tudom képzelni, hogy élvezett irodalmi dolgokat, tehát ő ugye hát az amatőr színésznek a hevületével, az csak szavagatott József Attilát, csak idézgetett, szóval volt benne valami csillogás a szemében, amikor valami komoly emberről szól kell. Király Istvánban mindig éreztem valamit, hogy ő azért talán, de ott is mindig lefette Adiát is a éppen aktuális politikai helyzet, politikai mondanivaló, hogy ő amikor mit tudom, a Kalota partját elemzi, akkor neki a két fontos harcon kéne gondolkodnia, mert azt is teszi. Ez egy olyan, ma már nézve történelemből, egy olyan perverziónak látszik az én szememben, amivel nem igen tudok mit kezdeni. Noha el is, mert a korszak valami hajlott erre a dologra. Tehát egyfelől ez van, ugye? Az irodalom egy haszon elvű intézményrendszer volt, amit használni lehetett. Ugyanakkor viszont valóban egy elképesztően, uram, bocsá, mondanám azt, hogy ilyen néppiség, népközeli, populista jelensége volt az, hogy valóban a Kádár korszakban, és nem mostanám össze a Révai korszak, az két nagyon-nagyon különböző történetről van szó, Révai és Acél, nagyságrendi persze egy más dolga. Acél ugye mindig elmondta, hogy 3 R betűtől fél ő, a ráktól, a lepüléstől és Rákosi Mátyástól, de a Révai gyűlölt a legjobb, a 4. R-et. Az utálta, mint a bűnt. Mindig előadta, hogy egy ilyen ember, akinek olyan első versei voltak, hogy dögölj meg anyám, dögölj meg apám, dögölj meg első tanítom, egy ilyen pali volt a irodalom fölött, hát micsoda világ volt az. De ezzel szemben én, aki tegnap is Gyula bácsinál, Jézs Gyulánnál volt, vagy. Na szóval ezt játszott ezt a szerepét elég hangsúlyosan. Na szóval azt mondanám, azt hangsúlyoznám, hogy itt valóban volt egy nagyon komoly kultúratámogatás, döbbenetes mennyiségű irodalmat adtak ki, jót vegyeset, a jót rengeteget, és gondolj csak bele, hogy micsoda abszurdum az, hogyha Magyarországon ma, a rendszerváltás után, mint a 30 évvel,
van egy állami ünnep, vagy van egy nemzeti ünnep, akkor honnan húznak elő tévéjátékot, vagy filmekfilmeset, jókai regényt, csak a 60-as, 70-es évekből. Hát nem abszurdom ez, nem tébolyító dolog ez. Ezt azért mindenképpen arra korszaknak a javára mondanám, és azzal tetézve ezt, hogy akkor ezekben a földolgozásokban én manapság nézve szigorúan és lehetőleg kellemetlen üzeket keresve sem találok olyan politikai, ideológiai csúsztatásokat, gonoszkodást, sunyizást, ami miatt nekem el kellett vetnem ezeket a dolgokat. Itt valóban a Kálsomú földolgozása, Brody kisregényéből, vagy a Jókai feldolgozása, Kemény Zsigmond özvegy és leánya, hát le a kalappal máig is. Szóval ezeket azért nem, ugyanakkor hozzátérszem még azt is azért, persze ne azért, azt, hogy ma nem olvastam, nem adok ki könyveket, nem adnak ki olcsó klasszikusokat, nincs olcsó könyvtár, azért akkor is megváltozott. Ebben a mai világban, amikor telefon van, tévé van, amikor az emberi beszédnek a mondat hossza az SMS-nek az évvel ér, SMS töredékével ér föl, akkor az ember már nem keres vissza a Kemény Zsigmondot és mit tudom én a Krúdy Gyulát az olvasó közönség tudatában, de mindenképpen azért tartsuk csak számon ezeket a dolgokat, és én azt mondom, hogy ezek a mindenképpen annak a cenzurával, meg egyebekkel teli, és ez egy külön téma lenne, édesvány beszélni róla, valóban embernyomorító ügyek közepette, azért valahogy a kultúra által élhetőbbé tették azt a korszakot is. Vagy pedig hát csak ifjabbak voltunk, és naivabbak és butábbak. Belekapaszkodnék itt Alexa Károly egy kifejezésébe, vagyis egy szóba, a cenzurába, és a Kurin tanár úrhoz fordulnék. Tulajdonképpen a Szerdahelyi István, amikor én először találkoztam vele, és bemutatkozott nekem, akkor gyakorlatilag nem azzal indított, amivel mondjuk valószínűleg én indítottam volna, hogy én vagyok Szerdahelyi István, a Világirodalmi Lexikon főszerkesztője, hanem azzal indított, hogy én pártcenzor voltam. Nyilván egy feltűnősködésre hajló alkatú ember volt, de ezt emelte ki, tehát ez volt, amivel nyilván gondolom hatást akar gyakorolni, és mit mondjak, be is jött, hiszen én idézőjelben rá is kattantam a Szerdahelyre. De én most arra kérdeznék rá a Kurin tanár úrnál, hogy voltak egy mi volt ez a cenzúra, amiről néha azt halljuk, hogy volt cenzúra, néha arról értesülünk, hogy nem is volt cenzúra, vagy öncenzúra volt. Hogy ment ez akkoriban? Nagyon szépen köszönöm, nagyon fontos kérdés. Tudnélik, szakaszai voltak ennek a korszaknak, és volt időszak, amikor nagyon kemény volt ez a cenzúra. Például amíg a Mozgóvilág a Kézközpönti Bizottság felügyelete alatt működött, addig kemény volt. Valószínűleg azért, mert a Kézközpönti Bizottsága meg kellett, hogy feleljen azoknak a követelményeknek, amelyeket a párt központi bizottsága támasztott velük, és ezt ugye bemérni azt, hogy éppen nekik mire van szükségük, az nem könnyű dolog. Én ezt megértem. Én akkor fel is álltam, majdnem egy évig ott hagytam a Mozgóvilágot, aztán hívtak vissza, mert olyan terméketlennek éreztem a KISZ KB-val való húzavonát. És akkor 81-ben a szerkesztőség hívott vissza főszerkesztőnek, és ebben a helyzetben került sor a személyes találkozásunkra a Cél elvtárssal, ugye, aki természetesen a szokásos aktussal kezdte, hogy gyújtsa már meg a cigarettámat, mert én nem gyújtok rá. Tehát volt egy ilyen, rögtön egy ilyen nem a hivatalos főnök, hanem mi most magánemberekként beszélgetünk, stb. Ezt csak erre mondom például. De azt akarom hangsúlyozni, hogy szakaszai voltak ennek a korszaknak, és még egyszer mondom, hogy a szakaszokat ma már utólag teljesen világosan látom, a két irányú megfelelés követelménye határozta meg. Tehát egyszerre kellett Moszkvának megfelelni, és egyszerre kellett Washingtonnak megfelelni, és még Bonnnak is megfelelni. És az Acél funkciója, legfontosabb funkciója az volt, hogy ezt a nyugati elköteleződését a reform szocializmusnak, a reform politikának, ezt ő felmutassa, és ezért engedékenyebb volt, mint ahogy
korábban, még amíg a hiteleket nem kaptuk, addig csinálták ezt. Csak éppen azért, mert nagyon éles cezúrák voltak ebben a korszakban, szeretném itt is elmondani azt, hogy az a kép a Kádár korszakról és az Acél korszakról, amelyik abban próbálja összefoglalni ennek a kulturpolitikának a lényeget, hogy diktatúra volt, és hogy semmit nem engedtek a marxista-leninista ideológián kívül érvényesülni, hogy szembesítem ezt a tételt azzal, hogy amikor bekerültünk 90-ben a parlamentbe, az MDF frakció, csak az MDF frakcióban 18 történész, irodalomtörténész volt. A Szabad Györgytől kezdve Katona Tamáson keresztül nagyon-nagyon sokat, Szörényi László például irodalomtörténész. Tehát olyanok, akik eljutottak a szakmájukban a legmagasabb pozícióba, utólag sem lehet egyikükre is azt mondani, hogy időnként ők megpróbáltak befeküdni, hízelegni, stb. meg marxista dumákat levágni. Nem. Tehát az acélkorszaki kultúrpolitikában benne volt ez is, ez a fajta engedékenység, a szakmák működjenek, ha vannak nagyon színvonalas képviselői, akkor azok dolgozzanak, neveljék a fiatalokat, és így tovább. Ha a filmművészetben, ha a színházban megjelennek olyan produkciók, amelyek várhatóan közönség sikerre számíthatnak, akkor azok menjenek. Tehát ezt nagyon fontos látni. Ez nem azt jelenti, hogy közben nem volt bizonyos területeken cenzúra, vagy nem próbáltak volna cenzúrát csinálni. Hadd mondjak el két példát. Az egyik, ugye miután említettem az előbb, hogy engem a Pándi ajánlott be, és ennél fogva, amikor nagyon kieleződött a mozgó és a pártvezetés közötti kapcsolat, akkor a Pándinak volt a feladata, hogy megpróbáljon meggyőzni arról, hogy én vegyek vissza valamilyen írást. Mert hogy nagyon röstelli, nem szereti ezt a feladatot, de elhív egy cukrászdába is, megpróbál meggyőzni arról, hogy a nemzetpolitikáról írott dolgozatomat azt vegyük vissza, mert hogy abban én olyan durva kritikát mondok a Kádár korszak nemzetpolitikájáról, hogy az nem. És amikor azt mondom, hogy én nem, én ezt nem tudom, én felállok, ha kell, elmegyek, de én ezt nem tudom visszavenni, és azt mondja a Pándi, te tudod, csináld, ahogy jónak látod. Tehát a Pándi, aki azzal volt megbízva, hogy hát vagy azzal, hogy hát éreztesse velem azt, hogy az ő tanszékén vagy, hogy kirúg, hogyha nem csinálom azt. Soha ilyet nem mondott. Tehát, hogy volt a második vonalban, tehát a kulturpolitika második vonalában egy ilyenfajta, hogy mondjam, polgáribb mentalitás, hogy képviseljük, amíg a lelkismeretünk megengedi a diktatúrát, a tilt, a három tévből ti képviselj. De hogyha nem hajlandók megcsinálni, akkor szóval nem rúgjuk ki. A másik példa, leírtam ezt már, de itt röviden felidézem, tulajdonképpen a mozgó megszűnésének, vagy általunk szerkesztett mozgó megszűnésének az egy évvel korábbi fázisáról szól, amikor megjelentettük a Bayer Tamásnak a KGST-t nem csak bíráló, hanem irgalmatlan kártékony intézménynek nevező dolgozatát. Tehát a KGST-ről kimutatta azt, hogy rosszat tesz a gazdaságnak, és az egész társadalompolitikának mindennek rosszat tesz. Hát ebből óriási felháborodás volt. Acélnak össze kellett hívni az ünnevet elméleti munkaközösséget, amelyiknek 25 tagjából 21-en voltak jelen. 19-en mondták azt, hogy ez így nem mehet tovább, és javasolták Acélnak, hogy engem mentsen föl. Ez a lóhogy, hogyha én nem vagyok hajlandó önkritikát gyakorolni. És az Acél erre azt mondja ezen az értekezleten, hogy Kulinevtárs válaszoljon, hogy értékeli ezt. Mondom, hogy hát én nem értek vele egyet, de hát természetesen tudomásul veszem, hogyha nem tudunk együtt dolgozni. Ne hamarkodja el. Most szünetet rendelek. Oda jön hozzám, és a 19 elvtárs jelenlétében átöleli a vállamat, és azt mondja, hogy Kunin elvtárs, ez novemberben van, 82. novemberében. Azt mondja, hogy
Tardos elvtárs most fog kimenni Moszkvába a KGST konferenciára. Januárban elején visszajön, január első munkanapján reggel 8 órakor legyen benne az irodámban. Bemegyek január 83. január elsején az irodájába, és azzal kezdve, Kulin elvtárs, Moszkvában nagy tetszéssel fogadták a KGST kritikát. Na most ez azért halatlan tanulságos, ő valamit sejtett ebből, hogy az az apparátus, amelyik szolgálja a magyar szocializmus ügyét, a legmagas akadémikusokkal volt teli ez az elméleti munkaközösség. 19-ből csak Pándi és Király nem mondták azt, hogy engem ki kell rúgni, ezt hozzáteszem. A többiek mind azt mondták, hogy meg kell szüntetni, ezt nem lehet tartani, ezt a Szovjetunióval szemben nem lehet tartani. És az acél az, hogy várjuk meg, mit mondanak Moszkva. Ő már sejtett valamit abból, vagy nyilván többet tudott, hogy már beindult a Gorbacsov jelenség. Már valami elkezdődött, már szabadulni próbálnának a saját KGST-jüktől, és végre Budapesten egy labban ez megjelent. És kimondták, hogy a KGST az ártalmas dolog. Nem ezért rúgtak ki, egy évvel később a Bibó tanulmány miatt rúgtak ki, amelyik viszont nem intézményeket bírált, hanem a marxizmusnak egy elementáris erejű kritikája. És erre mondta azt az acél, hogy Kulin elvtárs lássa be, hogy jó, ezt már nem lehet. Mondom, én belátom, de vonják le a következtetést. Hát mondjon le. Mondom, nem mondok le. Hát akkor viszont meg kell szakítanunk. Hát mondom, az az ön dolga, hogy megszakítja, és ki is rugatott. Csak úgy rugatott ki, hogy kiment külföldre, Bulgáriába, közben kirugatott a Tóth Dezsővel, és amikor kirúgtak, utána hazajön Bulgáriából, felhív telefonon, és azt mondja, látja, Kulin elvtárs, nem voltam itthon. Ez a 80-as évek eleje. Bocsánat, tehát sztorizásnak, anekdotázásnak tűnik, de benne van a lényege a bomló kádárrendszernek. A bomló kádárrendszernek. Tehát az a kulturpolitikus, akit máig úgy tekintenek, mint a tiltás főnöke, tehát ő tilt mindent, az annak a keze alatt, mondom, 18 MDF-es képviselő vonul be a parlamentbe, akik nem írtak semmi, soha marxista szöveget, és az az ember mentegetőzni próbál azért, mert hogy engem egy Bibó tanulmány miatt kirúgtak. Nem ő csinálta, nem voltam itthon. Na, szóval... Az igaz, hogy inkább Kádár akarta ezt alapvetően? Persze, pontosan erről van, nagyon fontos, ezt ugye a Németh Gyuri feldolgozta, megjelent a Mozgóvilág története, kiderült, hogy 83. július, nem tudom, hanyadikán a Kádár elvtárs elkezdett kiabálni a politikai bizottság ülésén, hogy mi, ez még mindig van ez a lap, ez az Isten verte lap, hát ezt azonnal szüntessék meg, és stb. Stb. Vagyis a Kádár jobban félt Moszkvától, mint Acél. Acél többet látott abból, hogy Moszkvában milyen folyamatok indultak be. A Kádár, hát aztán én ugye azon a címen jelentettem meg a írásaimat egy kötetben, ilyen játékokat, hogy a bukásunk lesz a vesztetek, mármint, hogy a mi bukásunk, a mozgó bukása lesz a vesztetek. 83-ben meg kirúgnak, 85-ben mentik fel az Acélt, 87-ben megy a Kádár. Tehát, hogy benne volt, és nem úgy mondom, hogy bennünk, mint valami hős ellenállókban, forradalmárokban lett volna ez, hanem elmentünk addig, amíg lehetett. Amíg lehetett, a lehetett az viszont lényegesen tágabb körül élettér volt, mint amit utólag akár a mai kultúrpolitika megpróbál belevetíteni ebbe a korszakba. Lényegesen nagyobb. Még egyszer mondom, én nem csak a nagyszerű, tényleg nagyszerű filmek is készültek, nagyszerű színházi produkciók készültek, fantasztikus színészeink voltak, és fantasztikus könyvkiadás is volt ebben a korszakban. Tehát én azt mondom, hogy ennek a korszaknak, a mi korszakunknak szembe kell nézni azzal, hogy az a fajta nagyon éles cezúra, amit megpróbált sugalni a Kádár korszak utolsó szakasza és a rendszerváltás között, hogy ez a kultúrpolitikában nem érvényes. Így nem érvényes. Nagyon sok tegy, aki, elnézést, itt használtak már csúnya szavakat, aki betojt, az annak megfelelően
szenvedett attól, hogy betojt. De aki nem tojt be, azért nem csináltak semmit. Szóval nem rúgtak ki. A mozgóvilág valamennyi szerkesztője lemondott a mozgóvilágban való szerkesztésről. Néhány hónap után mindenkinek volt állása. Mindenkinek volt állása. Félreértésleség. Na most még egyszer mondom, ne haragudjanak, hosszan beszéltem. Hát véletlenül sem arról van szó, hogy én mentegetni próbálom ennek a korszaknak a ténykedését, hanem egyszerűen azt akarom tudomására hozni a közvéleménynek, hogy nem úgy van, ahogy szeretnék látni. Nem úgy van. Másképp volt. Ezt tudni kell. Egy icipicit talán térjünk vissza Szerdahelyi Istvánra, hiszen azért mégis van ennek a könyvnek a centrumában, de talán a beszélgetésben is egy kicsit megérdemel pár szó, akár méltatást, akár valamilyen helyretételt. Annyit mondanék el, és utána a Mórosz Gáborhoz fordulnék, hogy Szerdahelyi István egy elég érdekes életpályát futott be, mert hát mondhatni, hogy egy polgári családból, egy jó polgári családból származott, de mai terminológiával dekasszálódott ugye a II. Világháború után ez a család. Édesapja nagyon támogatta azt, hogy ő költő legyen olyan szinten, hogy minden egyes megírt költeményért adott neki egy forintot, vagy nem tudom, szóval az akkor egy jelentősnek számító összeget. És még azt is megtette, hogy Szabó Lőrinccel üzletelt, hogy a fiát tanítassa a versre, és valami hízott libákat adott neki. Tehát ő neki volt egy ilyen költői pályakezdése, költőként kezdte el, ahhoz ő nagyon-nagyon ragaszkodott, azt többször is mondta nekem, hogy ő próbálták ugye, mint konzervatív embert ugye kicsit háttérbe szorítani ízlése tekintetében. Ő azt többször hangsúlyozta, hogy nem, ő egy egy avantgard szerző, és miután a költői pályán nem igazán tudott érvényesülni, akkor jött ez a hatalmas műveltsége, adta lehetőséggel, nagy nyelvtudás, stb. Hogy ugye váltott. Én most a Gábortól azt kérdezném meg, ami talán egy nagyon nehéz dolog, hogy végül is itt a kötetben versek is vannak. Véleménye szerint ezek a versek jó versek, rossz versek? Hát tudom, hogy naív kérdés, de hát mégiscsak felvetődik. Én azt gondolom egyébként, hogy alapvetően a Szerdahelyi egy jó költő lett volna, csak eléggé korán abba hagyta a versírást. Egészen sajátos versvilága van. Tehát azt mondom, finom lelkű költő szinte, pláne hogyha arra gondolunk, hogy a kötet alapján azt látjuk, milyen goromba és milyen megszáradt ember volt, és milyen pozőr volt, nem, időskorában, hogy ahhoz képest egy egészen másképp alakul ki bennünk, hogyha a verseit olvassuk. És egy érdekes, hogy 96-ban jelentette meg a verseit, vagyis akkor már elmúlt 60 éves, az első verses könyve, és utolsó is tegyük hozzá, az egy életrajzi kötet volt egyébként, tehát azon belül szerepeltek a versek illusztrációként. És jó, kicsit persze egysíkú költői világa volt, de szerintem kifejezetten szépek a szerelmes versei, amelyeket egyébként a feleségéhez, Pasut Krisztinához írt, Pasut Lászlónak a lánya volt, az első felesége. És tehát rendkívül csiszolt, nagyon jól megformált versek ezek. Tehát volt érzéke valóban a formákhoz, ugyanakkor volt iróniája, kicsit frivol volt, de visszafogottan azért alapvetően. Tehát mondom, teljesen másképp alakul ki bennünk, hogyha a költőt látja magunk előtt. És valahogy mégsem kellett, mint költő abban a korszakban, viszont a kevés verse jelentett meg. És milyen érdekes az, hogy elment a verseivel Pándi Pálhoz, akkor még azért viszonylag fiatal volt a Szerdahelyi, még azért Pándi is hát középkorú volt, és hogy Pándinak nem kellettek a versei, illetve azt látta, hogy van egy-két olyan verse, ami kvázi a rendszert bírálja, de én hozzátenném, hogy inkább arról. Tehát, hogy tulajdonképpen akkor ebből a szempontból a tűztáncosokhoz állt közel, és volt egy beszélgetés, ami részt vett például a Pándi Pál is, és akkor volt egy hosszú hozzászólása a Szerdahelyinek, hogy miért állították félre a tűztánc antológia szerzőit. Mondta ezt 1960-ban. Ugye, tehát, és meg hogy Lukács Györgyöt is miért állították félre. És tulajdonképpen Pándinak rokonszenves volt ez a fajta krakéderség érdekes módon.
Bár ezt nem mondta meg ott az esten, hanem négy szem közt később. Tehát a versei azok igazából nem kerettek neki érdekes módon, de utána mégis felkarolta őt, mint szerkesztőt. Ugye a kritikának aztán később ő főszerkesztő helyettese, majd főszerkesztője lett, tehát tulajdonképpen ő nagyon is közeli munkatársa lett a Pálinak. Tehát akkor a költő az meghalt, vagy ő maga megölte a költőt, viszont aztán később lexikon szerkesztőként és folyamat szerkesztőként nagyon jól boldogult, és nagyon szépen felívelt ugye a karrierje a 70-es, 80-as években. És utána már egészen más személyiség alakult ki, ugye erről beszélt azért a könyvben is Pasut Krisztina, az első felesége, hogy ugye hát megalkuló volt végül is, hát elfogadta a realitásokat, belépett a pártba, tehát hogy egészen más a középkorú idősebb szerdahelyi, mint a fiatal szerdahelyi volt, legalábbis Pasut Krisztina szerint, bár azért mindig is voltak balos elfogultságai már 56 környékén is, tehát magára azt mondta, hogy forradalmár, de az inkább azt jelentette, hogy balról volt forradalmár. Tehát nagyon ellenmondású személyiség volt. A lényeg az, hogy Király István napjából tudjuk azt, hogy már 80-as években, amikor a kezében hatalom volt, ugye 84-től már kritika főszerkesztője lett Pándi után, akkor azért el lehet mondani, hogy egyre inkább megszállottá vált, és egyre inkább hatalommániássá, és egyre gorombábbá térik hozzá. És ugyanakkor mégis Király azt is hangsúlyozza, hogy egyfelől tudhatta magabiztos, és erőszakos, és itt tovább. Másról pedig is olyan Don Quixote-i alkat. Szerintem ez egy jó megfigyelés, és érdekes, hogy ez a Don Quixote-ség, ez inkább a rendszerváltás után jött ki jobban, de úgy lesz, hogy benne volt már korábban is. Tehát egy ilyen agresszív Don Quixote volt gyakorlatilag. Ebből a szépelkű költőből lett egy hatalom technikus, és utána tulajdonképpen egy ilyen furcsa, különös Don Quixote típus személyiség. Köszönöm szépen, és most Alexa Károlyhoz fordulnék. Lehet, hogy nem kéne talán így aktualizálni, de mégis, hát még az irodalmi műveket is, vagy színházaknál is, ugye általában azokat nézzük nagyobb tetszéssel, amik a saját korunknak is mondanak valamit. Hadd kérdezzem meg, hogy itt tulajdonképpen a szerdahelyi ebben a kötetben is úgy mutatja be önmagát, és talán ez igaz is volt, hogy ő sose volt szobatudós. Őt az a könyvtárakban, arra a pár négyzetméterre korlátozódó aktivitás, vagy tudományos adatgyűjtés, vagy ilyen dolgok nem érdekelték, hanem mindig az érdekelte, hogy a köznek valahogy használjon, vagy ez hát nyilván a korszakban megfelelő dolgok, hogy a társadalom átalakítása egy eszközének tekintette valamilyen formába az irodalmat, a kultúrát. Ha most itt a korszakunkban, tehát most a jelenkorban nézzük, vannak egyáltalán, ugye, amikor így a szerdahelyi alakját itt próbáltam valahogy magamba egy kicsit így elhelyezni, hogy ki volt ő, ki nem, vannak mai korszakunkban ilyen szintű kultúrpolitikusok? Mert én úgy most így a rendszerváltás után végig gondoltam, meg az utóbbi években is, például ez, hogy nincs is önálló kulturális minisztérium, nemzeti erőforrás minisztérium, emberi erőforrás minisztérium. Nyilván oké, hogy anatómusok, meg agysebészek és onkológusok biztos rendkívül művelt emberek, de azért valószínűleg egy önálló, hogy nincs is önálló kulturális tárca, hogy nem igazán tudnék egy olyan szintű kultúrpolitikai víziót, elképzeléseket, legalábbis mint egyszerű újságolvasó megfogni. Tehát akkor volt egy kultúrpolitika, most sokan azt mondják, hogy egy kulturális adminisztrációban nincsenek ilyen szerdahelyi szintű alakok a mai kultúrpolitikában, vagy csak én nem látok ilyeneket? Szerintem ez a felfogás, amit Szerdahelyi próbált élete hős korszakában megosztani, már akkor is teljesen korszerűtlen volt, vagy nem korszerűtlen, időszerűtlen volt. Az a szerep, amit az ő elődei, tehát Pándék, királyok és életek, az sem volt korszerű. Az irodalom, szóval az, hogy a Pántit érzem, tanárom a tisztelettel, ezt a hitett cikket Pirinszky Jánosnak a verseiről, hát le is hordta, mint polgár, nem tudom, és azzal volt a vége, hogy Pirinszky Jánost fölszólított, hogy beszéljen a barát, hogy keresse olyan barátokat magának inkább mostanak a szemben, akik hát megóvják ettől a polgári, meg nem tudom, micsodától. Szóval irodalomnak olyan elképesztően sand, vagy
hát nem is tudom, együgyű felfogás ez, mintha az ilyen bemondásokra működne, külső ilyen inspirációkra, vagy hatalmi hotyákokkal szembe, hát ez másként működik. Ugye 84-ben lett igazából hatalmi ember a Szerdahelyi. Igazából akkor lett nagy státusza. Pontosan. Ez az idő már, a 80 világ bukás, ez már a nagyon a végóráig a kádári rendszernek. Ugye hány év van hátra, aki teleki találkozik? 2-3? Hát már végig járnak. Ilyen minden megengedhető. Csak utalnék arra, hogy megjelent nemrégiben két remek könyve a Magyar Misztérium Akadémiának, egyik a könyvek, a könyv a 56-tól kezdve a magyar irodalom a könyvekben, és ugye az a filmekben. Tessék megnézni, 80-as években mit produkált a magyar irodalom, és abból hány volt, ami mögé el lehetne képzelni valami párt inspirációt, vagy nulla, ugye az a filmekről is érvényes nyilvánvalóan. Kedvenc példám az, hogy a kedvenc üzem az, hogy a észrelettem, hogy a irodalom és kultúra számára a legjobb állapot a diktatúrának a végórája. Amikor még van pénzük a kommunistáknak, még nem mernék visszavonni a dohány, de már bele sem mernek szólni a dolgokba. Ott lett lébe szólni. Tehát 87-től kezdve a Szerdahelyi kitelte a lelkét, hangosodott, persze egyre jobban belehergelte magát a dolgokba, de akkor már ki olvasta a kritikának a dolgait. Hát az ember az igazából korábban azért kicsit megrezgült a bokánk, amikor a Népszabadságban Élfehér Pál az Élőfába is belekötött, akkor azért az nem volt jó. De akkor már bármit mondhattak, senki, oda se fütyültek rájuk. Már azt sem mondták, hogy dicsérj meg tényleg a Szerdahelyi István, mert nem volt érvénye. Nem volt beleszólások a dolgokba. Szóval ez időn túli dolog volt, és tényleg egy szánalmas szerepbe keveredett bele. És hát mondom, már nem is volt vita partner, vagy ellenség képet sem képezett, mert ő már akkor nem volt semmi. Viszont még egyszer az előnyeihez, a könyvből olvasom. Ugye volt a kulturpolitikának egy ilyen nagyon-nagyon csacsi hivatalos álláspontja, amely szerint az irodalomnak három elvet kell szemet tartania, a népiességet, a pártosságot, meg a realizmust. És Szerdahelyi elmondja, hogy ő mit küzdködött a párt fő grémiumán belül, hogy ezt a három ökörséget hát fordítsák az emberi nyelvre. Most mi az, hogy pártosság? Hogy a pártitkárnak kell kimondani a tutit mindig a könyvben, hogy van ez, mint 50-es évek filmjeiben. És állítólag, hogy magáról mondja, hogy ezt nagyon rugalmas, ő próbált ezt finomítani, humanizálni ezeket az ökör lózungokat, amit mindenképpen a mellette. Tehát furcsa, ellentmondásos ember volt. Ez valami szélső balosnak látszott, tehát egy ilyen csegevarás pofának, ugye a kornak a szimbólumát jöve. Ezt azért is mondom, mert tegnap volt a bemutatója, az első előadása ennek a Fábri Dr. Máriás féle színi eszementségnek az akváriumban. Volt egy csegevara kép, ugye, és az fel volt dolgozva, csegevara Magyarországon, és ott nem messze jöttem a Rockenbauer nevű korábbi kulturális miniszter. Utoljára a kulturális minisztere a Fidesznek 98 és 2002 között volt, Hámori József volt az egyik, és a Rockenbauer volt a másik. Hámori aztán egy éven belül lemondott, mert nem bírt elviselni azt, amit Nemeskőti István szép szavával, ez a cserkész csapat művelt. Rockenbauer pedig ült a minisztériumban, voltam nála párszor mindenféle pénzeket kérni, ott ült szegény fején egy fülhallgatóval és Wagnert hallgatott. Fölte pedig zajlott az ár. Na most hát szóval ennyit a kulturpolitikai, hogy van a kulturális minisztérium, vagy nincs kulturális minisztérium. Átadnám a szót Kulin Ferencnek, aki... Igen, köszönöm szépen, Tudnilike. Ez az a szála a témának, amelyik csak a rendszerváltozás folyamatával együtt értelmezhető. Következőt szeretném leszögezni. Utólag kénytelen voltam sokat gondolkodni azon, hogy mi volt igaz abból, amit egyszer az Acél úgy mondott nekem, hogy Kulin elvtárs azt beszélik magukról, hogy maguk antiszemiták. És erre föl azt mondom az Acél elvtársnak, hogy készültem
Itt van az eddigi évfolyamoknak a névsora, a szerzői névsora. Ennek alapján tessék nekem ezt megerősíteni, hogy mi egy antiszemita lap vagyunk. Nem, ez csak vicceltem, mondja. Na, akkor ő csak viccelt, viszont 87 szeptemberében a lakiteleki találkozótól kezdve berobbant magyar közéletbe, politikai és szellemi közéletbe, berobbant a zsidó-nem zsidó népi urbánus konfliktusnak egy elképesztő, a mozgó világban nyomaiban sem fellelhető tartalma. Nyomaiban sem volt. Mi a szerkesztőségen belül is tudtuk egymásról természetesen, mert hát hogy mondjam, egy polgári légkörben működtünk, hogy kinek van zsidó fölmenője, kinek nincs zsidó felmenője, de ebből soha sem ízlésbeli, sem ideológiai, sem vallás, semmi ilyesmi nem volt. Tehát azt merem állítani, hogy a népi urbánus ellentétnek a politikai funkciója az egy kreált funkció volt. Utólag azt is megértettem, természetesen kimerem ma mondani, hogy ezt Amerikából sugalták, ezt a képletet, és biztatták a szabaddemokratákat, hogy ezt az aknát robbantsák, próbálják megrobbantani. Én abban a helyzetben csöppentem bele a 90-ben, hogy kulturpolitikus lettem. Tehát voltam 4 éven keresztül a Magyar Kulturális Bizottság elnöke, és ebben a minőségben én összesen 4-szer voltam Amerikában. És kellett, hogy tárgyaljak olyan urakkal, akik egyrészt nagyon jól látták, hogy mi van, másrészt nagyon szerették volna kipréselni belőlem, hogy lássam be, hogy amit mi csinálunk, mármint az MDF, az egy korszerűtlen, népies, antiszemita irányzatú politika, stb. Én fölkészültem erre, és elmondtam, hogy miért nem igaz. Többek között azért nem volt igaz, mert valóban volt egy olyan hatása a Csurka publicisztikájának, amelyik stilisztikai okokkal és képletekkel magyarázhatóan hergelte a zsidó tudat, a zsidó öntudatú vagy identitású embereknek az érzékenységét, csak hogy éppen a Kulturális Bizottságban zajlott le a Csurka István koncepciójának a zárójelbetétele. Ki kellett élezni a médiaharc, a médiaháborúban, az MDF-en belül is azt, hogy most egy az úgynevezett népies, Amerikából antiszemitának minősített politikát csinálunk-e, vagy pedig egy nemzeti, a liberális elveknek is megfelelő politikát csinálunk-e. Mi ezt dokumentálni tudtuk, hogy mi ezt csináltuk, de ugyanúgy ment tovább az antiszemitázás, tehát a jobb oldalra, úgynevezett jobb oldalra, a konzervatív oldalra máig megpróbálják rányomni ezt a bélyeget, hogy ez egy antiszemita gyülekezet. Mélyen ott van a gyökere a 19. századtól kezdve máig. Na most azt akarom tehát mondani, hogy visszakapcsolva a kérdéshez, hogy lehet egy olyan országban a szocializmus korszakához hasonló kultúrpolitikát, tehát egyközpontú kultúrpolitikát csinálni, amelyik országban az írástudó értelmiség politikailag megosztottá vált, nagyon erősen megosztottá vált. Azok az ellentétek, amik a pártpolitikában jelentek meg már 89-90-ben, aztán 94-ben, 95-ben és így tovább, azok mind kreált ideológiai természetű ellentétek voltak. Nem lehet úgy kinevezni egy sem a liberálisok által működtetett kormányban egy kulturális minisztert, sem a konzervatív oldalon kinevezett kulturális minisztert, hogy megpróbáljon valamiféle egységes, abban az értelemben egységes kultúrpolitikát képviselni, amilyen értelemben a szocializmusban ezt megpróbálták a Kádárék. Nem lehet. Ilyen nincs. Itt tudomásul kell venni, hogy ez egy olyan szakasza
a magyar kultúrpolitika történetének, amelyikben ezt a fajta egyközpontúságot, hogy egy kulturális miniszter majd megmondja a tutit, és megmondja, hogy mit kell csinálni, mit kell kiadni, ezt nem lehet csinálni. Itt egy hosszú harc zajlik, ebben benne vagyunk még ebben a harcban, és valamikor az én meggyőződésem szerint a győztesnek kell mindig felmutatni a képességet arra, hogy integrálni tud, konszolidálni tud, konszenzust tud teremteni. Ez a mi vállunkon nyugszik ez a teher, vagy nem nyugszik, van ez a teher, bocsánat. Morosz Gáborhoz fordulnék, mégpedig azzal kapcsolatosan, hogy Szerdahelyi István politikai szerepet is vállalt, részben egy kicsit inkább árnyékban, részben ugye fényben is talán. Az 1989-es esztendőre gondolnék, tehát a rendszerváltás idejére. Ő ekkor már nem a Kritikának a főszerkesztője, hanem az Új Fórum című lapnak a főszerkesztői posztját veszi át, és tulajdonképpen ez egy érdekes történet, mert a szerdahelyi sorsa valamilyen szinten a baloldalnak a mai helyzetével is, legalábbis én egy összefüggést látok benne, hiszen ekkor történt meg, hogy a baloldal elkezdett valamilyen szinten a liberális irányba elmozdulni, és ő tulajdonképpen emiatt sodródott ki. Tehát erről szeretnék pár szót hallani a Gábornak az interpretálásában, hogy hogy volt ez a 89-es év a szerdahelyi számára, milyen súlyt képviselt ez az Új Fórum című lap, volt-e szava, vagy ott a rendszerváltás hangzavarába gyakorlatilag nem is figyeltek rá? Igen, és akkor itt a személyiség is nagyon fontos, tehát személyiség és történelem kapcsolata sajátos módon. Tehát ugye azt mondtam, hogy volt ő költő is, aztán megölte a költőt magában, aztán volt lexikonszerkesztő, esztéta, volt egy kulturális lapnak a főszerkesztő helyettese, aztán főszerkesztője, és jön 89, amikor egy pártlapnak lesz, ugyebár az Új Fórumnak lesz a főszerkesztője. És a Király Napló ebből a szempontból is nagyon érdekes, dokumentumérték. Az idős király látta azt, hogy bizony Szerdahelyi egyre inkább kezdi a saját szerepét túldimenzionálni. Azt gondolta, hogy akár a baloldalt megújíthatja a 89-es évben, hogy most van lehetőség, és például ez az érdekes, hogy azt mondta, hogy tenni kell gesztusokat, például Nagy Imre rehabilitálása kapcsán, a pártnak magának, ugyanakkor mégis egy kemény vonalat kell vinni, még keményebbet, mint a Grósz Károly, ugye ez az érdekes, és ő elhitte magáról azt, hogy ő akkor egy fontos közéleti tényező. Tehát teljesen elszállt akkor az időszakban már Szerdahelyi. És utána jött a hatalmas bukás, mert hát gyakorlatilag egy év sem volt ugye ez a főszerkesztő periódusa, de akkor ő kvázi államtitkári rangban volt két titkárnője, két sofőrje, és nagyon büszke volt erre, hogy most ő valaki. És akkor jött a rendszerváltás, jött ugye az új kormány, illetve az MSZP egy kis párt tett, ugye, mert az érdekes, hogy akkor az MSZP-MSZP váltás is, és az MSZP lapja lett végül is ez az Új Fórum, és hát igazából ő nem tudta elfogadni a pártszakadást, tehát ő meg akart felelni mind a két pártnak tulajdonképpen, de egyre inkább mégis az MSZP felé ment el, tehát úgy értem az új MSZP felé, és végül is maga Hongyula döntött úgy, hogy meg kell szüntetni ezt a lapot, és akkor még Hongyulával is összeszorakozott, hogy a zseb Sztálin, így nevezte Hongyulát. Tehát, hogy inkább szolgálja az igazi Sztálint, mint a zseb Sztálint, volt egy ilyen mondás állítólag, és akkor ugye abba hagyta a politikai szerepvállalást. Tehát egy hatalmas bukás, ami után az jött, hogy az ELTÉ-n volt ugye félállásban, és a hallgatók aláírása nyomán elküldték az ELTÉ-ről, ami azért akkor szokatlan volt szerintem, ugye? Tehát gyakorlatilag akkor egy pillanat alatt, vagy hát néhány hónap lefogása alatt bukott, óriásit bukott, és azt követően már tényleg a periférián mozgott, az 1004 című lapnak volt ugye belső munkatársa, és akkor is rengeteget írt, de már szinte semmilyen figyelmet nem keltettek az írásai. És valóban, tehát, hogy benne volt az ő személyiségében ez a Don Quixote-i alkat korábban is, azért ezt láthatjuk például már 80-as évben, tudom, hogy Erika mondta, hogy ne beszéljünk egy írófejedelemről idézőjelben, de azért mégis utalok arra, hogy a posztmodernnek kritikusabb volt szinte kezdettől fogva. Ő akkor még azt mondta, hogy neo-avantgárd, de nyilván ez a posztmodern volt már, és akkor tudjuk, hogy melyik író, aki akkor
hát például mondjuk Kucsár Szabó és társai által ugye letölthatott író volt, vagy Balassa Péter által, és nagyon keményen neki ment akkor a posztmodernnek, amikor ez nem volt divat, ugye? Tehát, hogy, és akkor azt mondta, hogy, hogy hiába, hogy a hatalom elvileg az ő kezükben van, de valójában mégiscsak van egyfajta morális terror az értelmiség részéről. Tehát akkor is úgy látta, hogy ez kicsit olyan defenzív magatartás, és aztán a posztmodern ellenetni harcát pedig folytatta tovább a rendszerváltás után is hosszan. És például Havasléti Józseffel is vitába keveredett egy fiatal irodalomtörténésszel is jóval később a posztmodern kapcsán. Igen, tehát tulajdonképpen ezt a Havasréti József, aki biztos tudnak nekem segíteni, melyik lapnál is van? Pécs, jelenkor, igen. Ővele voltam levelezésben, és meg is küldte nekem azt a cikket, ami kifejezetten Szerdahelyi Istvánról szólt, és ezt az én írásomat is kicsit beidézte benne. De lényeg az, hogy ő a szerdahelyi munkásságából ezt az úgynevezett posztmodern stílus diktatúra kifejezést tartotta a leginkább maradandónak, amit egyébként úgymond jobboldali körökben is, tehát egy eléggé közhasznú kifejezés lett, és leírta azt a helyzetet, hogy az irodalomban egy olyan irányzat elég nagy domináns szerepre tett szert, ami hát nyilván nem mindenkinek az ízésével egyezett meg. És most nem tudom, vagy Kurin tanár úr, vagy pedig Alexa tanár úr válaszára várnék. Egy tudós valójában nehéz helyzetbe lehet olyan értelemben, ha mondjuk, ha ezt a diktatúra kifejezést ugyan mondta a tanár úr, hogy óvatosan használjuk, de mondjuk egy olyan kulturális közegben van, mint a marxizmus, ami egy ilyen tényleg az adott korszakban minden tudományos, vagy akár nem is tudományos műben a marxizmus klasszikusait szerepeltetni kellett. Például tegnap én egy kicsit Szerdahelyi előtt tisztelegve felütöttem a világirodalmi lexikont. Na mondom, elolvasom a Balzacról szóló részt, egy kicsit így, hogy hát Engels két helyen szerepel. Egyébként nem rossz gondolatai Engelsnek Balzacról, de azért önmagáért beszélt, nyilván ma már nem az Engels gondolatokat idéznék be. Tehát arra szeretnék csak utalni, hogy egy ilyen korszakban, amikor voltak éppen vélhetőleg minden tudós egy bizonyos terminológia használata rákényszerült, mennyire válik avulékonnyá az adott tudósnak a munkája, tehát ha felütjük mondjuk szerdahelyi munkáit. De akár szerintem ez nem csak őrá jellemző, hanem talán lehetséges, hogy a későbbi korszakban is. Például akik a posztmodernhez kötődő, tehát ezek a későbbi irodalomtörténeti iskoláknál meghatározott szókincsel dolgozó tudósokról beszélünk. Ha itt később ránézünk ezekre a munkákra, akkor mennyire avolékonyak, mennyire értékállóak, nem tudom, ki akarna esetleg mondani valamit, és nem is csak pont Szerdahelyről, hanem akár Királyról, Pándiról, vagy nem is feltétlenül csak az irodalmárokról. Tehát az ember elővesz mondjuk egy tudósnak az 1970-es évekbeli művét, mondjuk egy Köpeci Bélát, Ervárkonyi Ágnes, vagy nem tudom kit, valakit, aki egyébként egy tekintély volt, nyilván találkozik úgynevezett vörös farokkal, ugye így hívják ezt, tehát ezekkel a marxista dolgokkal. Ezek teljesen elavulttá teszik ezeket a dolgokat, vagy hogy lehet ezzel megküzdeni, vagy mennyire lehet ezeket most, mennyire veszik egyáltalán elő ezeknek a korszaknak a tudósainak a műveit? Hát nehéz kérdés. Nagyon-nagyon látványos szerintem egy szövegen belül az, hogy vörös farokként van-e ott a hivatkozás, vagy áthatja-e a művet a szelleme. Én azt merem mondani, hogy ez évtizedeken keresztül kötelező volt, hogy valamilyen mértékben utalni kell a marxizmusra, a leninizmusra, és így tovább. Öndicséretként mondom, csak amikor átvettem a főszerkesztését a lapnak, akkor nekem kellett írnom egy bevezetőt, amelyikben
azt várták el a céltársék, hogy hitet teszek a szocializmus mellett és marxizmus mellett, stb. Stb. Ezt gyúrni kellett ezt a szöveget egy darabig, Agárdi Péterrel is egyeztetni, aki egyébként nagyon barátilag, szóval nagyon rugalmasan állt hozzá. És a végén úgy oldottuk meg, hogy ezt a bevezetőt nekem kellett volna aláírni, de azt mondtam, hogy én csak azt vállalom, hogy a szerkesztőség. Tehát én személyemben nem vállalom ezt a behajlást. Azt tudomásul veszem, hogy a kormánypárt által finanszírozott labban kell, hogy legyen egy ilyen vörös farok, de azt ne kelljen már személyesen magamra venni, hanem hogy a szerkesztőség. Ebből egy nagy vita lett, végül is a szerkesztőség aláírásával jelent meg ez a vörös farok. A tudomány. Tehát ilyen van. Nem csak marxizmussal kapcsolatban van. Én hívő kálvinistaként a saját vallásomban is találok olyan fogalmakat, kifejezéseket, amelyeket nem teljes átéltséggel mondok, hanem kritikusan mondok, de mondok, hogyha a közösség kohéziója azt kívánja, hogy mondjak. Tehát erre egyrészt ez a válaszom, hogy mindig volt ilyet, hogy vörös farok az volt. Ami a vezető politikusokra vonatkozik, itt Pándira hivatkozzam megint, őnála láttam ezt a végül is a halálához vezető belső megroppanást, összeomlást, hogy ő tanszéki értekezleteken már ilyen kicsit szkeptikusabb, apatikusabb megszólalásokat engedett meg magának, és hát a olyasmikről kezdett beszélni, hogy hát azért jobban, bármennyire is el vagyunk mi kötelezve itt a valódalnak, stb. Azért egy babicsi életművel azért nekünk is foglalkozni kellene, mondja Pándi tanszéki értekezleten, és így tovább. Na most csak zárjelbe teszem hozzá, hogy én aztán nagyon érdekelt az ügy, meg az, hogy mi a különbség például az ő dráma elemzéseiben egy katonadráma elemzés és a Bolyainak a Pauzániás című drámája elemzése közben, és azt látom, hogy van különbség, mert hogy valamit finomul, valami, tehát kezd elszakadni ettől a kényszertől, hogy ő mindenképpen valami örös farkot tegyen be a szövegbe. Tehát a vezető ideológusnál is látok ilyet Pándi esetében, és azt kell, hogy mondjam, hogy én ezt azért véltem megérteni, mert hogy egy ajtóval arrébb, vagy két ajtóval arrébb dolgozott az édesapja, Kardos László, a világirodalmi tanszék vezetője, aki annak idején az aditársaság elnöke volt Debrecenben, és a debreceni távolabbi rokonságom ismerte az ő korábbi ténykedését, és azt kell mondjam, hogy egy felvilágosult polgári magyar értelmiség volt, tartván a zsidó hitét, vallását, stb. Tehát a Pándiban ott volt a háttérben ez a magyar tradícióval, a nemzeti tradícióval már egyszer a családjában már megjelent hatás, és ott volt ez, hogy hát azt több helyütt leírták már, én is utaltam már erre, hogy az ő nagy elköteleződése az eszme mellett az volt, hogy hát ő benne volt abban a vagonban, amelyiket Buchenwald felé vittek, és kitörte az egyik deszkát, és lebukfencezett a sínek oldalán, és hónapokig szögdösött, menekült, amikor elhatározta, hogy akkor ő viszont, hogyha életben marad, akkor ő odaáll az új rendszer mellé. Szóval borzasztóan bonyolult képletek vannak itt, és lehet, hogy talán most Erika nem úgy érzi, hogy nem a kérdésre válaszoltam, csak azt szeretném éreztetni, hogy egy ilyen kérdés mögött, hogy mennyire mennyire indokolt, szóval mennyire szabad komolyan venni azt, hogy ezekben a
marxizmus uralma idején megjelent szövegekben utalások vannak a marxizmusra, a klasszikusokra, hogy amögött ott van egy nemzeti kultúra, ott van egy családi tragédia, ott van egy egyéni sors, nagyon sok minden ott van, és én nem azt nézem, hogy egy szövegben ott van-e, hanem az, hogy az életpályán változik-e a funkciója ezeknek az utalásoknak, hogy történik-e valami. Én úgy látom, hogy történt, hogy a Pándéban történt. Történt valami, nem azt mondom, hogy eljutott a megvilágosodásig, de hogy történt valami, egyszerre történt a gondolkodásában és a politikai szerep vállalásában, pontosabban a szerep leadásában. Tehát az, hogy leadta azt a vezető szerepet. Meg hogy sok tekintetben azért értelmiségi is volt Pándi, ugye, tehát hogy volt egyfajta ilyen szerepkonfliktus is benne, nem, hogy politikus és értelmiségi, és igen. Tehát kicsit öngyötrő figura is volt sok tekintetben. Na most a szerdahelyihez képest azért egyszerűbb képlet volt, nem? Igen. Mondjuk így. Nem akartam a szerdai ügyhöz, mert ahhoz alaposabban át kellett volna gondolnom az egészet. Tehát azt mondom, hogy ez a polgári mentalitás, én ezt úgy mondom, a szerdai féle polgári mentalitás, az, hogy a 80-as években berobban ilyen pozícióba, az már ennek a Kádár korszak történetnek egy törvényszerű következménye, hogy berobbanhat, és hozza magával a de szar ez, meg kurva szar, meg ilyesmit, tehát hozza ezeket a lazaságokat, hogy, mint egy jelezvén, hogy én már nem érzem azt, hogy én valamiféle hivatalos normának kell, hogy megfeleljek, sem a köznapi megnyilatkozásaimban, sem a tudományos munkásságomban. Tehát ez a fajta lazulás számomra párhuzamos jelenség azzal, amit az Acéllal kapcsolatban elmondtam, hogy nem kell elsietni a dolgot, hát nem fog ez a KGST meg az egész így egyben maradni. Az az érdekes, hogy azért élőszobban volt ilyen goromba, ilyen szabadszájú, tehát azért írásban más volt. Tehát még ezek a pamflet jellegű írásai is a posztmodern ellen szellemesek, azt kell, hogy mondjam. Tehát van mögöttük azért műveltségkultúra. Tehát azért különválasztani, mint hogy és teljesen más, ugye költőként, azt már elhangzott, hogy tényleg, hogyha valaki csak a verseit nézi, a fiatalkori verseit, akkor teljesen másképp alakul ki, valamint az időszerda a helyéről. Csak a kérdés elején visszamennék, hogy ezek a vörös parkok, amik voltak a művekben, mennyire tesz időtára vagy éppen azzal szemben a művek utóéletét. Én azt hiszem, hogy azért nagyon, nagyon korán lemaradtak már a művekből ezek a vörös, ezek a utalások, ezek a Lenin-ek, Stalin-ek, egyébek. Azért a 70-es években én már nem emlékszem arra, hogy érdembeli szakemberek ezzel nagyon nyargattak volna ezeket a dolgokat. Történéseknél még csak inkább volt ilyen, de irodalmi történeti művekben ez már nem volt igazából. Se kívánatos nem volt, nem is illett oda, nem volt ideálisan azért. Viszont általában a műről való beszéd, tehát a mi szakmánk is az, vagy egy művészettörténet írás, ezek rendkívül romlékony szakma ez. Itt persze nincs. Itt a újabb és újabb kutatások, vagy a feledékenység szépen mélybe tolja a feledékenységbe a műveket. Na végig gondolom, milyen tanáraink voltak nekünk. Hát azért nem csak ilyen kemény vonalas emberek, de volt egy Sőtér István. Remek dolgai voltak, amikor még a Polgár remek Jókai könyve van neki. Remek dolgot írt a 1945 utáni pár évben. Szép íróként, és a Varjú nem károg utána. Szóval senki, Barta János mennyire szerettük, és igazán még Pándi Pállal szembe, és azért kikijátszogattuk, ugye, amiket ő erről meg arra mondott, Barta János ki a bánatos ég olvassa manapság, mert pedig hát egy remek ember volt, remek, szóval, csodálatos figura volt. Olvasjuk. Imre László azért írt róla a kis monográfiát, nem olyan régen, Bartáról. Imre László írt róla a kis monográfiát. Igen, lehet a ember, és akkor Debrecenben, jó, ez rendben is van, igen. De nincs benne a... 30 ember perc, ahogy olvastam. Egyetemista koromban
a Bart, amikor én Madásból szakdolgoztam, kéjjel és ilyen sunyogva olvassuk, hogy de megmondta a kommunisták, a barcistáknak, de megmondta, amikor a szerintőtét alapon elemezte az embertragédiát. Persze, rendben van, az is napi dolog volt. Na de bocsánatot kérek egy... Visszamenve, hát egy Horvát János naponta olvasunk, meg aztán igazán még olvasni is jó, még az ember, hogy a bizsereg a bőr, amikor egy Horvát János olvas. Szóval ezek vagy múlékony dolgok, és ezzel együtt kell élni. És mit tudom, amikor hogy mondjam, akinek még van erre ideje, emlékezetét inspirálva, mondjuk egy Király Istvánt elveszi a Mixát könyvét, barmi régen csinálta, az első dolog, a Stalin van beidézve. Ez már vigyorog rajta, de azon igen, azon már nem, hogy a Noszti fiesetének a forrás mögöttesít úgy tehetettek ki a Királyba könyvébe, hogy senki nem vette észre, de máig áll, mint a Sion hegye. Hát szóval ilyenek voltak ez ma már ki olvas ilyen dolgokat. Egy pár ilyen vén salabakter esetleg, amikor már nincs már jó dolga neki, no. Burlékony, ez romlékony szakma ez, na. És ezek a Király kapcsolatosan, hogy Királynak van egy késői tanulmánya, méghozzá hát egy kényes érzékeny témáról, kritikában jelentik meg, méghozzá a Zsolt Béla Lukács vitáról, még a kulisszis korszakban. Nagyon érdekes az a tanulmány, nem adták ki újra sajnos. És gyakorlatilag itt mondjuk a Király a sorok mögött azt üzeni, hogy ha össze kellene fogni mondjuk a pártnak, az MSZMP-nek egy ellenzéki alakulata, akkor inkább az MDF-fel és nem az SZDSZ-el kellene összefognia. Tehát ez van mögötte, de valójában nem csak az van aki belőle, aki azért ismeri jobban a korszakot, de az egy olyan tanulmány, hogy tényleg valahogy képes a saját korlátain felülemelkedni akkor már. Hát a Király napolyát, az utolsó oldalain ugye az van, amikor együtt nézzük a Becker családdal a Nagy Imre újra temetését, és a nemzeti szégyen napjaként emelgeti ezt, hogy írja ezt a napot. Innen kezdve nem sok mindent lehet beszélgetni Pista bátyánkkal. Uram, bocsánat, meg is hal abban az évben. Pánti meghal már egy kicsit korábban. Szerdahelyi meghal nagyjából 90-ben, mint számottevő aktor a magyar szellem életnek. Valóban emberek elgondolkodik rajta, hogy mi lett volna belük, később a túlélik a dolgokat. Én szerintem egyedül a Király lett volna az, aki volt annyi rugalmasság, és szerintem rugalmasságról szól királytanárulnak, hogy utolsó művek egyike, talán Pál Jóska nagyon nem ért velem egyet, de amikor ő utolsó műveiben Kosztolányit kezdi el olvasni Adival szemben, és annak az elején van egy baromi érdekes személyes ügye, hogy ifjú korában a háború legutolsó perceiben és a háború utáni idők elején ő a Kosztolányi Ádámnak a baráti körében volt benne, és egy ilyen furcsa éjszakai, a perverziótól sem mentes társág életet éltek, és ennek a sorsát erről mesél, erről beszél. És ez egy nagyon érdekes korszak volt, amiről az irodalom történet nem nagyon emleget, itt pedig hát azért a Sarkadinás van ennek nyoma, Mészőnél föltétlenül van ennek nyoma, filmekben is van valami. Szóval ezt szerintem a Király elkezdte mesélni ezeket a sztorikat, amikor nem volt még kommunista, amikor még egy ilyen bevadult, elveszett, ilyen református papagyerek volt itt az ostrom alatt, a maga német bonzását meg kellett élnie valahogy. Szóval erről lehetett volna ki. Pándinak soha ilyen személyesség dolgot nem tapasztaltam, és a Szerdahely is a műveiben elég által eltekintve soha sehol jelét az ő belső világáról. A versét eltekintve, ami persze vagy fikció, vagy nem a versük, tehát az egy csinálmány. Most befejeztem. Semmi. Tehát azt hiszem, talán a rendezvényt itt lezárnánk. Én még talán annyit mondanék itt a Gábor, Morosz Gábor megjegyzésére reagálva, aki kiemelte, hogy Szerdahely, meg azt hiszem most ugye Alexa Károly is erre utalt, hogy Szerdaheynak, ha elolvassuk egy tudományos művét, ha elolvassuk mondjuk a morfondírozását, az egy teljesen más stílus, de ebbe a könyvbe egy teljesen más szerdahelyi beszédmód van, és azért tartom érdekesnek talán ezt az életút interjút olyan szempontból, hogy egy pozíciót vesztett ember beszél, tehát meggyőződésem, hogyha még mindig pozícióban maradt volna az interjú
készítésének idején 2007-ben. Egy nem is állt volna velem szóba, ez nyilvánvaló, hanem egy valami, mit tudom én, legalábbis irodalomtörténész, vagy nem tudom micsodát, tehát egy ilyen senkivel nyilván nem állt volna szóba, de nem is ez, nem csak ez, hanem teljesen máshogy beszélt volna. Itt tulajdonképpen egy olyan ember beszél, aki már semmit nem veszhet. Ez meglátszik a stílusába, a hivatkozásaiba, az odamondogatásaiba, a néha felszínre törő valódi ínyébe. Tulajdonképpen őt majdnem mindenki, aki ismerte, pózőrnek nevezte, és bizonyos fokig a pózai megmaradtak ebben az időszakban is, de mégis egy, azt kell mondanom, hogy jó volt vele olyan szemszögből beszélni, egy, hogy látszott rajta, hogy lelkes volt, mármint, hogy az irodalom iránt tényleg elkötelezett volt, és csillogott. Amit ő szeretett, akkor ő neki csillogott a szeme, ez csillogott a szemen a... Sok rosszat hallottam róla, tényleg, mint vizsgáztatóról. Nyilván azt is be kell kalkulálni, hogy mi azért mégiscsak egy mellérendelt pozícióban voltunk. Tehát biztos vagyok benne, ha a Szerdahelyi István nekem az édesapám lett volna, a főnököm lett volna, a vizsgáztatóm lett volna, a szeretőm lett volna, és így tovább, akkor biztos nem lenne egy ilyen képem róla, ilyen többé-kevésbé probléma, kevés problémával terhelt kép. De úgy gondolom, hogy ez az ember azért egy, tényleg nagyon sok volt a fejébe, úgy értem, hogy egy nagy tudású ember volt, az irodalomnak és a kultúrának egy szerelmese volt. Nem lehetett egy könnyű természetű ember, abba se vagyok biztos, hogy minden döntése, politikai döntések, irodalmi ízlési kérdésekbe feltétlenül a úgymond legprogresszívabb, vagy legvállalhatóbb nézeteket vallotta, de nem mintha az én véleményem sokat számítana, de én örülök, hogy megismerkedtem vele, örülök, hogy megismerkedtem egy olyan embernek a nézőszögével, aki sok érdekes helyen járt, sok mindent megélt, és mindaz, amit mond, az óriási humorral, szellemességgel, egy óriási irodalmi felvértezettséggel, műveltséggel, hivatkozással, és egyben baromi lazán, néha trágárul. Szóval egy egyéniség volt azért, azt kell mondanom. Ilyen fejezném be.